Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Ullander vagyok, és köszöntelek benneteket a Cities Skylines sorozatunknak utolsó előtti 28. részében. Az előző részben ott tartottunk, hogy azt beszéltük, hogy lehet, hogy kellene készíteni egy ilyen... közben pontogatok egy picit. Szóval, hogy lehetne készíteni egy ilyen... Az a teherautó, azt láttátok az előbb, hogy a te... Illetve itt, ja, majd itt ez van elba. Azt láttátok az előbb, hogy itt a teherautó az elhagyatott épületből jött ki? Ez érdekes. Itt valami kemény drog üzelmek folyhatnak. Szóval az előző részben azt beszéltük, vagyis azt mondtam nektek, hogy ebben a részben lehet, hogy azzal kellene foglalkozunk, hogy csináljunk egy újat, hogy ide építsünk egy ilyen kombinált raktárat, ami azt jelenteni, hogy építsünk egy olyat, hogy lehessen hajóval és meg teherautóval is beállni. Ehhez viszont szükségünk lenne 90 000 kreditre, ami eléggé sok pénz, de mondjuk ide ugye mondjuk meg tudnánk csinálni. Illetve nem hajóval meg teherautóval, hanem hajóval meg vonattal beállni. Ezt lehet, hogy össze tudnánk hozni ebben a részben. Ahhoz viszont az kellene, hogy egy vonat utat, egy vasutat hozni, én szeretnék lemenni a föld alá, és megnézni azt, hogy ezt a vasutat, ezt a föld alatt végighozni, mi az, hogy foglalta a terület, de ne gyere ki a föld alól, barátom, és akkor nem lesz foglalt a terület. Ez miért foglalt? Miért nem? Nem tudok az út alatt vasutat építeni. Mi a fene? Miért ne tudnék én az út? Ja, várjunk csak, biztos azért, mert ez azt hiszi, hogy a föld felszínről indul. Aha, viszont nem a föld felszínről kéne indulni, hanem alulról. Aj, kezdődik a játéknak a butasága. Igen, nézzétek csak, tehát itt mutatja, hogy ez itt föl akar jönni. Na már most ne akarjál följönni. Igen, érdekes. Érdekes, hogy miért akarja fölemelni, menjünk akkor még lejjebb. Miért akar egy alagút kijáratot létrehozni? Jó, viszont nézzük csak meg, hogy ez nagyjából mennyibe kerülne. Ez kerülne 72 000 kreditbe kerülne ennek a létrehozása, amire mondjuk rámenne az utolsó megtakarított pénzünk is. Viszont tekintve azt, hogy a sorozatnak a vége felé közeledünk, ezért már, ha már csinálunk valamit, akkor már csináljuk nagyba, és legyünk menők, úgyhogy csináljuk úgy, hogy nézzük csak. Itt azért emeljük meg annyira, amennyire meg tudjuk emelni a vasutat. Igen, nem tudunk vízbe építkezni, még mindig nem tudunk vízbe építkezni. Hoppá, és ott van egy pont, ahol azt mondja, hogy jó lenne. Jó, én viszont ezt szeretném úgy kihozni. Igen, jó, akkor mondjuk húzzuk el idáig, és szeretném úgy kihozni a föld felszínére, hogy itt valamihez majd hozzá tudjon csatlakozni. Igen, nem lehet a vízre építkezni, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Igen, egy ilyet szeretnék építeni, egy ilyen hullámvasutat szeretnék építeni. Jó, itt egy sekélyebb, aha, az a baj, hogy nem tudunk építeni. Igen, azt nézem, hogy ugye ez itt úgy lenne a jó, hogyha mondjuk akkor eljönne... Hopp, ott volt egy zöld pötty egyébként. Aha, itt van egy zöld, ahol beengedi. Jó, és akkor ezt viszont emeljük föl. Igen, és ide meg már nincsen elég pénzünk. Jó, oké, akkor egyenlőre ezt itt megjegyezzük, hogy van egy vasúti kijárónk itt. És az jó. Oké, és egy kicsit közben mínuszba is kerülünk, és megy lefelé a pénzünk, csökken a pénzünk, viszont az emberek pedig költöznek be, meg a város boltok is jönnek létre, úgyhogy remélhetőleg ez a sok elhagyatott iparépület, én nagyon szeretném, hogy ez minél hamarabb be tudna népesülni, úgyhogy mondjuk én azt gondolom, hogy itt most jelenleg nincsen meg az a tömegközlekedési kapacitásunk, hogy ez így
létre tudjon jönni, úgyhogy ez lehet itt a probléma. Amit viszont szerintem akkor mondjuk megpróbálhatunk egy kicsit most úgy orvosolni, hogy, hogy errefelé, meg mondjuk errefelé létrehozunk egy pár munkahelyet, létrehozunk egy pár irodát, és remélhetőleg, hogy ez akkor meg fogja itt oldani a bevételi oldalon keletkező lukakat, meg a bevételi oldalon keletkező gondjainkat, úgyhogy a sok iroda meg majd sokat fog adózni. Közben pedig én akkor azt gondolom, hogy vegyünk fel egy kis hitelt, melyik a legdurvább hitel, 200 ezer dolláros hitel, sőt, vegyünk fel egy 60 ezeres, meg egy 20 ezeres hitelt is, aztán majd lehet, hogy valamelyiket a végén még vissza is fogjuk tudni fizetni, ha meg nem, akkor meg úgyis vége lesz a sorozatnak, tehát tök mindegy. Na, hol vannak ezek a vasutak? Hol van itt a vasútnak a vége? Valahol errefele van a vasútnak a vége. Itt vannak itt valami fényeknek kellene, hogy legyenek. Ó, vasút vége. Jó lenne, hogyha lenne mondjuk egy olyan kép, ahol látványunk, csak mondjuk, hogyha nyomok egy page down-t, igen, akkor látom, hogy hol van a vasútnak vége. Ugye itt van a vasútnak a vége. Várjunk csak, lehet, hogy először ezt a terminált kellene megépítenünk. Cargo hub, igen, cargo harbor és cargo terminál, tehát cargo harbor és cargo terminál, amely csak duplán leellenőrizzük még, hogy a biztosra menjünk. Igen, cargo train terminál, tehát elméletileg akkor ezt a kettőt ezzel ötvözni tudjuk. Igen, jó. Na, akkor nézzük, tehát mondjuk úthoz kellene csatlakoztassuk, mondjuk itt. Oké, és akkor mondjuk építsük ide. Jó, ehhez akkor ugye kellene az, hogy a szerintem legyen ez is egyirányú, és a körforgalomból itt is jöjjön ki egy út, így né, amelyik jöjjön mondjuk így, meg így, és aztán jöjjön le a szárazföldre. Igen, aztán utána itt legyen neki egy kiegyenesedése, hogy hozzá tudjon csatlakozni az a vacak, amit most majd építeni fogunk. Jó, és akkor jöjjön így, és aztán a végén pedig pattanjon be. Nem fog bepattanni, akkor viszont pattanjon be ide. Így, jó, és akkor ez a rész viszont itt. Nézzük csak. Ez itt egyirányú, ez a rész viszont akkor ne legyen. Mondjuk ez is egyirányú, ez is egyirányú még. Jó, ennek viszont nem szabadna, nem kellene egyirányúnak lenni, ami... Hol van egy olyan, ami nem egyirányú? Ugye ez itt egyirányú, akkor viszont le kell, hogy csökkentsük, és akkor ez nem lesz. Ez nem lesz akkor egyirányú. Itt nincsen közlekedési lámpa, és itt viszont a kimenőnél viszont van közlekedési lámpa. Aha, mert ez ugye visszafelé is engedi kanyarintani a autókat, ami annyira nem jó. Hogy tudnánk elérni azt, hogy ne tudjanak visszakanyarodni az autók, valószínűleg sehogy. Jó, egyelőre legyen kész ez az egész, és akkor majd utána meglátjuk, hogy az utakon hogy lehetne mahinálni. És... Áj, és a terület az foglalt. Nem jó. Oké, ezt itt... De várjunk csak, az amikor azt mondja, hogy nem csatlakoztatható úthoz, az azt jelenti, hogy hajóúthoz nem tud csatlakozni, vagy azt jelenti, hogy sima úthoz nem tud csatlakozni. Nagyon remélem, hogy ez csak azt jelenti, hogy sima úthoz nem tud csatlakozni. Mert hogyha ezzel azt akarja nekem mondani, hogy hajóúthoz nem tud csatlakozni, akkor ezt az egész vackot itt most fölöslegesen építettük meg. És a területet az még mindig foglaltnak mutatja az egész területet, és mi meg most már itt óriási mennyiségű pénzeket kezdünk elkölteni arra, hogy kitaláljuk, hogy a játék mit szeretne, és hogy a játék az mit gondol. Úgyhogy most akkor rakjunk le egy ilyen nagyon... És mondjuk, hogyha igen, itt most próbálom minél jobban a városnak a külsején, a külső, oké,
a városnak a külsején végig vezetni az utat, hogy hát ha valahol jó lenne már. És igen, úthoz kell csatlakoztatva legyen, de mindegyik út túlságosan széles, mert ugye... És basszus. És nem. És a tengeri úthoz kell, hogy hozzá tudjon csatlakozni. Paf. Oké. Okay. Jó, hát ez így akkor most annyira nem jó. Jó, szóval akkor amit csinálunk az, hogy a lehető legkisebb kárt szeretnénk itt okozni most saját magunknak, úgyhogy ezt itt levesszük, igen, jó, ebből ezt feltuningoljuk erre a fajta útra, nagyon jó, és akkor ennek az útnak pedig az idejövetelét fogjuk elkészíteni ígyni, és akkor itt pedig megpróbálkozunk egy olyan menőséggel, hogy így ezt az utat megemeljük, így mi, és aztán pedig becsatlakoztatjuk. Ide a távolság az túl rövid. Ez hülyeség. A terület az már foglalt. Jó, akkor emelünk egy kicsit rajta. A terület még mindig foglalt. Akkor, aha, nézzük csak, hogy hol nem tudna foglalt lenni a terület. Itt nem tud foglaltnak lenni a terület, jó, és akkor ezt a kettőt pedig egy egyenessel összekötjük. Így, ó, hát itt lett, csináltunk egy tök jó ugratót, úgyhogy elindítjuk az időt, és akkor nézzük, hogy aha, ennek meg víz kell, meg áram kell, ó, hogy neked is itt minden bajod van, és nem tudod azt, hogy mi most gazdaságilag mennyire csődbe mentünk, amiatt, hogy ezt meg tudjuk építeni. Oké, van áram, meg akkor áthozunk a lehető legdrágább vizet, a fűtővízünket fogod megkapni 6600-ért, úgyhogy most már áramod is van, meg vized is van, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ezzel az óriási kerülővel mit érünk el, illetve hogy autók, én nagyon remélem, hogy ide majd jönnének így autók, meg egyéb ilyen dolgok. Oké, vasút, szeretnék egy vasúti sínt is akkor elkezdeni építeni. Hol van a vasúti sínünknek a vége? Itt van a vasúti sínünknek a vége, úgyhogy vasúti sínt szeretnék hozni, kérem szépen, nemes egyszerűséggel idáig, amelyik egyenlőre úgy látom, hogy ez egy lehetetlen feladat számunkra, azért, mert ugye az utat is pontosan a parton hoztam végig, úgyhogy ez így nem jó, viszont, hogyha mondjuk megpróbálkoznánk egy olyannal, hogy a vasúti sínt megemelnénk, és mondjuk a vasúti sínt úgy próbálnánk meg végighozni, hogy mondjuk itt, igen, és aztán figyeljétek, hogy ez milyen menő lesz. Oké, a vasúti sínt aztán itt, és aztán a vasúti sínt pedig itt. Haha! Oké, na, és akkor a vasút az most már így is járhat a föld alatt egy óriási nagy kerülővel, egy kicsit fölöslegesen, viszont látjuk azt, hogy ez létezik, és ez is tud működni. Más kérdés azt mondjuk most, hogy egyelőre még senki nem használja, de nagyon remélem, hogy ez majd változni fog a jövőben. Igen, és tényleg nagyon durva, hogy egyrészt, hogy mekkora dugó van itt, másrészt pedig, hogy nagyon érdekes, hogy miért nem használják az emberek, miért nem jönnek ide. Valószínűleg egyébként azért nem jönnek ide, és azért nem használják, mert ugye, hogyha egyszer már itt van bent a városban, és ez működik, akkor miért jöjjenek ki ide úgy őszintén szólva semmiért? Opa, viszont nem, mert ez működik, jaj, és ez most majd megint nagy problémákat fog itt szülni. Viszont nem, stop, ezt meg tudja, ezt azért mondjuk eléggé rövid úton meg tudjuk oldani ezt a kérdést, úgyhogy ezt természetesen meg is fogjuk oldani, ami ugye azt jelenti, hogy csinálunk egy visszafordítót. Nagyon remélem, hogy ez így belefér. Oké, ez így belefér, igen, és itt pedig megemeljük az utat. Így, és imádkozunk, hogy a kettő pedig összepattanjon, ígyni. És ugye ez most azt jelenti, hogy szépen el tudnak jönni, és felfelé
pedig fel tudnak menni az utasok. Ez így tök jó, és gondolom, hogy ennek az útját pedig nem tudjuk feltuningolni. Természetesen nem tudjuk feltuningolni. Oké, jó, és akkor, hogyha itt jönni fognak kamion, jaj, és bajod van a szeméttel, már a következő majd az lesz, hogy kell neked egy saját rendőrség is, gondolom, tessék, most már a szeméttel. Szeméttel se lehet problémád, így is van. Oké, na, és akkor nézzük csak, tehát jön egy hajó. Igen, lerakodja a cuccokat, és az autók megindulnak, visszafordulnak, megindulnak erre, majd aztán visszafordulnak, és megindulnak erre, és ez egy óriási nagy dugót fog eredményezni hosszú távon. Alig várom már, hogy ez legyen. Nézzétek meg, mi ez? Mi ez a mesterséges intelligencia már megint, hogy kifordul jobbra, megfordul, kifordul jobbra, megfordul, és aztán utána pedig megy. Tehát muszáj ezt a kört végigcsinálniuk, szörnyű. Szörnyű, és azért, mert itt egy balra kanyarodás tábla van. Jaj, viszont úgy látom, hogy befelé is jönnek az autók, akik viszont aztán utána megtalálják a kifelé vezető utat, úgyhogy gond egy szál se, így is van, megindult ebbe az irányba is a forgalom, ami tök jó. Kérdés az, hogy ez mondjuk kicsapódik-e azon, hogy itt kevesebb autó várakoznak, kisebb lenne a forgalom. Egyáltalán nem csapódott ki azon, úgyhogy hát erről ennyire volt. Ez is jó ötlet. Itt full dugó, mindenhol teljesen dugó, viszont ami bennünket most már csak és kizárólag érdekel, az ez a városrész, hogy ezben a városrészben viszont úgy látom, hogy úgy nagyjából minden rendben van, legalábbis közlekedés szempontjából. Itt viszont ugye a tűzoltóknak lenne némi elintézni valójuk, úgyhogy ha beugrunk ide a tűzoltóságra, akkor akár egy tűzoltó állomást le is helyezhetünk ide 12.000 kreditből. Nézzük, hogy állunk tűzoltósággal való lefedettségben, hát annyira nem jól, és itt viszont egy kapcsolatnak kellene megjelennie, úgyhogy ide lerakunk boltokat. Itt nektek mi a problémátok? Az a problémátok, hogy nincsen elég fűtés, úgyhogy le kellene rakjunk hőerőműveket. Hőerőműveket nem fogunk tudni lerakni, mert 55.000 kredit szükséges a hőerőműveknek a lehelyezéséhez, amennyi nekünk jócskán nincs. Mi van akkor, hogyha ezt mondjuk kikapcsoljuk, nézzük meg, hogy a krematóriummal való lefedettség akkor itt hogyan alakul. Úgy alakul mondjuk ezen a részen akkor nem lesz a krematóriummal való lefedettség, úgyhogy... De ez itt egyébként így se úgy csak a páramot, úgyhogy tök mindegy igazából. Viszont, hogyha ezt a krematóriumot kikapcsoljuk, akkor itt ugye azért egy picit szomorúbbak lesznek az emberek, viszont, de igen, ennek viszont már van behatása a városnak a mindennapi működésére, úgyhogy ezt itt kénytelenek vagyunk üzemeltetni. Jó, akkor most szépen akkor megvárjuk, hogy elérjük az 55.000 kredites létszámot. Jó, oké, soksávos úton soksávban ömlenek be az emberek, jönnek a vonatok is, ami nagyon jó, úgyhogy ez a rakodás is működik. Na nézzük, hogy a mesterséges intelligencia kitalálta már itt a teherautókkal, hogy kellene üzemelni. És úgy látom, hogy kitalálta a mesterséges intelligencia, hogy kellene üzemelni, úgyhogy most már normálisan halad itt minden, ami nagyon jó, tényleg nagyon durva ez itt, hogy és még mindig folyamatosan csődbe mennek, és nincsen elég munkás, mert ugye, és ugyanakkor munkaerőkereslet van, munkaerőhiány van, de az ipari hiány is van, és tényleg valószínűleg azért, mert ugye nincsen meg az a tömegközlekedési átkötő kapocs, amelyik ezt megengedni. Tényleg beszélvén tömegközlekedési átkötő kapocsról, hát mi lenne akkor, hogyha ezt megcsinálnánk? Na, szóval hogyan lehetne ezt megcsinálni? Hát úgy lehetne ezt megcsinálni, hogy csinálunk egy nagy, hosszú buszmegállót megépítünk. Vagyis hát legalábbis egy hosszú busz vonalat hozunk létre. Hoppá, az ott nem jó helyre raktuk. Jó, oké, mondjuk. Várjunk csak, de ja igen, mert ugye itt nem lehet balra kanyarodni, tehát ugye itt elérhetetlenné válik nagyon hirtelen, nagyon, nagyon sok minden, hogyha nem jól csináljuk a dolgokat, már pedig úgy tűnik, hogy nem jól csináljuk a dolgokat. Jó, ez mekkora kerület jelent? Tehát mondjuk akkora kerület nem is jelent, mondjuk egyébként, úgyhogy ide rakunk buszmegállót, ide rakunk. A buszmegállóknak a lehelyezése egyébként ingyen van, és mivel most gondolunk a jövőre, ezért olyan helyekre is építünk buszmegállót, ahol egyenlőre még házak nincsenek. Hát legfeljebb majd úgy áll meg a busz. Menjünk csak, aha, oké, jó, világos, hogy
világos, hogy hogy fogjuk tovább építeni a dolgokat. Ide rakunk egyet, ide rakunk egyet, illetve ide rakunk egyet. Aztán átjövünk erre a területre, mert ugye ezt a kígyóvárosunkat se kötöttük még be sohase a városnak a vérkeringésébe. Úgyhogy be fog jönni a busz a városnak, a kígyóvárosnak bejön a busz a belsejébe, és itt is szépen föl fogja szippantani az összes munkaerőt. Így is van, így, meg aztán itt végig, szépen végig kígyózunk, mondjuk úgy, hogy lehetőleg lássuk is, hogy merre felé szeretnénk jönni. Így, aztán meg még ebben az utcában is végig jövünk így, és aztán fordulunk rá erre a részre. Most azon gondolkozom amúgy, hogy milyen fajta busz járatokat kellene létrehozzunk. Szerintem, igen, ugye ez itt bejött, tett egy kört, úgyhogy te pedig itt akkor most gyere vissza, igen, és egészen legyen mondjuk itt legyen a végállomás, sőt, hát mondjuk akkor nem is kell, hanem akkor itt is tehetünk egy ilyen fajta menetet, itt lenyomhatunk, így, mondjuk megálló, és akkor ugyanúgy legyen itt a metrónál a megállód, és utána pedig szerintem neked itt le is jár a meneted, úgyhogy szerintem itt kapásból gyere is ide vissza, és fejezd be a vonalat. Úgyhogy ez így megvan, oké. Akkor viszont szerintem a következő jó ötlet, ami lehet, az ugye az, hogy a legutolsó megálló az itt volt, amit abba hagytunk, úgyhogy jó, akkor nem, hanem én akkor e mellé közvetlenül. Ja, de nem, ez meg itt a... Ez meg itt a megállónak a hozzáadása. Én egy új vonalat szeretnék egyébként kezdeni. Igen. Hopp, oké, kezdünk egy új vonalat, és ez az új vonal, ennek annyi lesz a dolga, hogy azt a városrészt, illetve itt a Boldog Gyerekek negyedében található metrót fogja egymással összekötni. Tehát ez egy kicsit ilyen városok közti összeköttetést szeretnék létrehozni, és remélem egyébként, hogy ez az ötlet talán be is fog jönni, és ez egy működőképes dolog lehet. Tehát azok a területek, tehát várjunk csak, tehát ez a terület össze van kötve ezzel a területtel, illetve ezzel a területtel egy buszhálózat segítségével. Ugye ez a terület össze van kötve ezzel, ez össze van kötve vonattal, ezzel, metróval, mindennel, illetve ez is össze van kötve a városnak ezzel a felével, úgyhogy ez szerintem így teljesen rendben van. Kérdés az, hogy mondjuk az itt dolgozóknak csináljunk egy külön busz vonalat, vagy egy külön busz megállót, azt nem tudom, viszont akár csinálhatunk is, végtére is semmiből nem tart, úgyhogy itt létrehozunk egy megállót, valamint aztán pedig visszahozunk és létrehozunk így is egy megállót, úgyhogy innen az utasok, itt egy ilyen eléggé nagy tömegközlekedési csomópontot hoztunk létre, itt azért most elnézve áll is lent egy jó pár ember, és várják azt, hogy jöjjenek a mindenféle tömegközlekedési eszközeik. Te például hova mész? Igen, ide mész oda. A Boldog Gyerekek negyedébe, úgyhogy de fura innen fölülről nézve a város, hogy nem úgy áll, mint ahogy nézni szoktuk így ni. Oké, na, szóval akkor ez is megvan, igen, és úgy tűnik, hogy termeli a pénzt a kisvároskánk. Oké, nézzük, hogy mondjuk folytassuk egy további terjeszkedési hullámmal, akár folytathatjuk is egy további terjeszkedési hullámmal itt a városunkat, ugye már régen építettünk nagy felőkarcolókat, úgyhogy építsünk nagy felőkarcolókat, illetve építsünk ide is, mert ugye itt van egy krematóriumunk, és ezt a krematóriumot pedig akkor már használjuk ki minél jobban, hogyha megépítettük, nyilván fölösleges lenne az, hogyha üresen állna. Kellenek még boltok is, úgyhogy tessék, boltok így teljes egészében végig. És igen, a fűtéssel tudom, hogy továbbra is problémák vannak, illetve fűtési zavarok vannak, viszont
ezen majd túl leszünk akkor, hogyha meg lesz az az 55 ezer kreditünk, amire szükségünk van. Igen, és fűtéssel probléma van, és úgy látom, hogy vízzel is probléma van, úgyhogy vízbe szívó csövek is kellenének. Így van, vízbe szívó csövek, mennyibe kerülnek 2500-ba, jó, akkor vízbe szívó csöveket, azokat tudunk, vagy állunk csak, ja nem, víztornyokra lenne szükségünk, úgyhogy akkor víztornyot rakjunk, víztorony, közben kinyomtam itt a ébresztő órát, oké, rakjunk le ide egy víztornyot, és akkor így a víznek az elérhetősége az már is javult, meg mondjuk ide is egy víztornyot, így is van, oké, na, úgyhogy akkor ezzel is megvagyunk, és a városkánk az pedig szépen növekszik, és egyre menőbbek, meg egyre jobbak vagyunk, és remélhetőleg még ez sem szünteti meg a munkaerő hiányt ezen a területen, hogy itt egy ilyen tömegközlekedéssel összekötöttük a városnak az egyes pontjait, és egyébként a sorsnak a sors iróniája az amúgy, hogy ahova megérkeznek az emberek, a metróval, ahol itt kihányja a metró azt a rengeteg sok embert, pont ott az a probléma, hogy nincsen munkaerő, úgyhogy ez eléggé egy érdekes, és folyamatosan érkeznek meg a buszok is, úgyhogy tömegközlekedésben is eléggé jó be van kapcsolva a városunk pedig. Na jó, van, rendben van, akkor a következő részben, az utolsó résszel fogunk készülni. Merre megy a hajó? Balra megy a hajó. Egy kicsit reménykedtem, hogy erre megy a hajó, és megnézhetjük itt, ahogy vadvíz élvezéssel lejön. Na, szóval akkor a következő rész az utolsó rész lesz ebből a City Skylines-os sorozatból. Szerintem még ezt a területet, ezt még be fogjuk fejezni, és adunk még nekik egy kis fűtést, és aztán majd megnézzük, hogy hogyan tovább, és hogy mit fogunk kezdeni magunkkal az utolsó részben. Nagyon jó, ahogy ez világít rá a városra. Rendben van, akkor én most megköszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, remélem, hogy tetszett ez a rész. Találkozunk legközelebb, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő részhez, az előző részhez, a sorozatnak a lejátszási listájához, valamint a további sorozatokhoz is. Úgyhogy itt a nagy kikötő portállal búcsúzom tőletek. Köszönöm a figyelmeteket, Mullander voltam. Sziasztok!